Milyen tervek vannak a 2013-as, 14-es évadra? Négy nagy színházi bemutatónk lesz. Október 5-én nyit a színház Jókai Mór Aranyember című darabjával, Csiszár Imre rendezésében is, Rékasi Károllyal a címszerepben. Most a következő évadra, amikor az igazgató úr megkeresett, rám kérdezett két darabbal, két előadással, két szereppel, akkor most már gondolkodás nélkül igent mondtam. Az Aranyember egy Csiszár rendezésben, és hát káprázatos szereposztásban, a másik pedig a Hattyúdal, Verebes István. Azt gondolom, hogy egyik sem kihagyható. Sokan játszanak a volt József Attila Színház társulatából, akik most már újra a színház társulatát alkotják. Bodrogi Gyula vendégként újra itt lesz velünk. A második bemutatónk egy nagyon izgalmas vállalkozás. Egy színész kollégánk írt Munkácsi Mihály életéről egy musicalt. Munkácsiról még nem jelent meg színpadi mű, és azért is izgalmas ez a vállalkozás, mert 2011-ben Munkácsi év lesz, tehát ezzel is tisztelgünk a nagymester előtt. Azon kívül azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk az ő életéről. Tehát mindenképpen izgalmas vállalkozás. Az, hogy ez zenével szólal meg, valószínűleg tartom, hogy az ifjabb korosztály talán fogékonyabb lesz, és így még jobban eladhatjuk ezt az előadást. És én azt gondolom, hogy azokat a lehetőségeket meg kell találnunk, hogy hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Ez egy fontos programja a József Attila Színháznak, ezért készítettünk ifjúsági bérletet is, amiben a Munkácsi musical ugyanúgy benne lesz, mint az Aranyember például. Ezek a művek csatlakoznak az ő tanulmányaikhoz is, tehát segítjük egy picit az iskolai munkájukat. Harmadik bemutatónk december 14-én lesz egy nagy sikerű film színpadi változata, Dobozi Imre Hattyúdal című filmjét visszük színre, Verebes István rendezésében, és ami izgalmassá teszi ezt a vállalkozást, hogy a Republik Együttes dalai szólnak végig a darabon belül. Tulajdonképpen a Hattyúdal a szocializmusnak a Hattyúdala, tehát ezt a 60-as években írták, de már benne van az az elimináció, amit a lakótelepek jelentettek, annak a fajta hobóságnak, vagy oldottabb életnek a halála azt jelentette, hogy ez is meg fog szűnni. A cipő és a republikai dalszövegeinek a hiátusai, ami nincs megírva, azok a bakugrások, azok olyan engedékenyen adnak alkalmat a képzettársításra, hogy ez alkalmazott zenének is betudható. 11 bérletet ajánlunk a felnőtt közönségünknek, ebben nagyon sok délutáni bérlet van. Ahogy érzékeltük, sokan szeretik a délutáni előadásokat, közbiztonság, kényelem és különféle okok miatt. A negyedik bemutatónk pedig Molière Úrhatnám polgár című darabja. Ezt is ajánljuk a fiataloknak. A fiatal korosztállyal kapcsolatosan azt érzékeltem, két kamasz fiamra tekintettel, hogy kinőttek már a gyerek színházi programból, de még nem tudják eldönteni, hogy mit nézzenek. Ezért azt gondolom, hogy a színháznak kötelessége velük kiemelten foglalkozni, tehát ez szerintem az egyik legérzékenyebb korosztály, és az ő igényeiket is figyelembe kell vennünk. És lesz egy gyerekbemutatónk, Csizmás Kandúr, október elején mutatjuk be, és ezen kívül még a fiatalok számára készítünk beavató színházi előadásokat, alapművek ezek,
amivel foglalkozni fogunk, Szofoklész Oidipusz királya és Balassi Szép magyar komédiája. Hányféle bérletet válthatunk most? Van ifjúsági bérletünk, van gyerekbérletünk, és van egy olyan bérlet, amit mi úgy hívunk, hogy szabad bérlet. Tehát aki ezt megvásárolja, három előadásra szólóan, repertoárunkból bármelyik előadásra beválthatja. Nagyon sok kedvezményt adtunk ezekre a bérletekre. Reméljük, hogy ez még vonzóbbá teszi a programon kívül a színházunkat. Remélem, hogy ez a program, amit ajánlunk, és az a programunk másik része, ami repertoáron maradt előadások, hogy ezek tényleg olyan előadások, amiért érdemes lesz a József Attila Színházba járni.